Az előadást a Bezdáni Színház teremben mutatták be a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezésében. Az ötös fogat vegyes műfajú tartalmát a fiatalok szabadon állítják össze, és a műsor rendezésében is jelentős szerepet vállalnak. Én Baján tanulok Magyarországon, főiskolára járok, és azért jöttem vissza ugye ide hozzánk, hogy részt vehessek ezen az egész ötös fogaton, mert nekem ez fontos. Azt jelenti, hogy van hova tartoznom, hogy szeretnek minket. Ez a darab, ez a mi ötletünk volt, hogy bemutassuk, és hát pont hozzánk élő. A csaknem két órás összeállítás hangszeres zenében, énekben, modern táncban, versben, vidám jelenetek sokaságában bővelkedett, de újra megjelent az éveken át hiányzó musical, népdal és néptánc is. Az ötös fogatnak Nyugatbácskában nemzetmegtartó szerepe van, és megfér benne egymás mellett a népi és a polgári kultúra is, hangsúlyozták a szervezők. Amióta 50 éve megindult az ötös fogat, azóta a Bezdán is résztvevője az ennek a mozgalomnak. A célja a rendezvénynek, hogy a fiatalokat meghódítsuk, és hogy megérezzék a színház varázsát. Háló Isten van fiatal, mindaz ellen, hogy nagy az elvándorlás, ugye, és célunk megvalósulásához hozzásegít az is, hogy egy olyan háttér dolgozik idősebb egyének a fiatalokkal, akik biztatják őket arra, hogy ezen a fogaton részt vegyenek. A rendezvényt a Magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Nemzeti Tanács és a Zombori Magyar Polgári Kaszinó támogatta.